Habba stúdiójában Liptai Klaudia és Josi Barát. Köszönjük. De fennköltség és az áhítat hirtelen így beköltözött a Makkar stúdiójába. Elképesztő, és hát egy csodálatosan szép hangszer, egy csodálatosan szép hölgyel. Jöjjön egy picit arrébb, Bábel Klára, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok. Aki hát teljesen autentikusan egy görög ruhában van felöltözve ehhez az ókori hangszerhez. De teljesen pont, véletlen volt. Igen. Azon gondolkodtam, és mondtam is Klaunak, hogy olyan hangulat, mintha Mennyországban ilyen angyalkák, amikor egy kis ilyen zenét játszanak. Mennyire, tehát hogy van egy törékeny hölgy, van ez a hatalmas hangszer, ami tényleg a legősibb hangszerek egyike. Hogy választ, a hangszer választja az embert, vagy ez családi hagyományok, vagy kell hozzá az, hogy tényleg a családban az ember nem csak egyszer eszébe jut, hogy hopp, én hárfázni akarok. A zene az azt gondolom, hogy családi motiváció volt, tehát azért kezdtem el először zongorán tanulni, de a hárfát azt gondolom, hogy azt én találtam meg, tehát 10 éves voltam, amikor hát szerintem beleszerettem, és akkor mindenképpen szerettem volna hárfát. Hogy 10 éves ember ekkora, a hárfa meg még mindig ekkora. Igen. Ez így van, de hát nyilván van egy adottsága ugye a hárfának, és szerintem ez a varázs, ez tényleg nagyon sok embert megfog, és a gyerekeket is, tehát hát nyilván engem is ezért fogott meg. Tévében láttam, hogy valaki hárfázik, és ez volt az, ami miatt valószínűleg én is nagyon megszerettem. Ugye eleve egyébként ennek a hangszernek van egy tényleg egy olyan eleganciája, amivel beköltözhet pontosan olyan helyekre, még mindig abban a mai világban is, amikor a popzenének ugyanúgy van létjogosultsága, mint a klasszikus zenének, hogy királyok, hercegek előtt játszik az ember. Igen. Mitől jó hárfaművész valaki? Persze adottság, tehetség, mennyi gyakorlás ez, mit jelent, hogyan jön rá az ember, hogy ebben tényleg én nagyon jó leszek? Hát azt gondolom, hogy nyilván kell egy belső motiváció, illetve egy zenei tehetség, hogy az ember színpadra termet legyen, illetve szeresse ezt az egészet csinálni, de hát van, ami az embert hajtja, én azt gondolom, ami nem is tudom mennyire megmagyarázható, de ami arra készteti, hogy nap mint nap leüljön a hárfa mellé, és tényleg 4-5 órákat gyakoroljon. Tehát az, hogy mitől jó valaki, az azt gondolom tényleg nagyon sok mindenem múlik. Jól érzem én, hogy függetlenül attól, hogy én most ismerem a dallamot, vagy nem, vagy szitárzene, vagy Mozart, vagy teljesen mindegy, maga, ahogy megszólal, és ahogy jelen van az a rezonancia az levegőben, embert lenyugtatja. Tehát ott nincsenek határok. Igen, de azt gondolom, hogy a hárfa adottsága ilyen elsősorban, hogy tényleg egy nagyon nyugtató, nagyon kellemes, és ezért is kedvelik általában. Tehát azért itt a hang is nagyon kellemes, nem olyan éles, puha, finom, és tényleg hát, hogy a hárfa vonala is, a többi, tehát ez mind
mindenre nagyon. Az nem mindegy egyébként, hogy a hárfa művész sem elhanyagolhat, hogy gyönyörűt, hát gondolom nézni, mondjuk egy produkcióban, meg ugye hallgatni a kettőt együtt nem rossz. Kik előtt játszott, vagy kik előtt tervezi, hogy fog játszani, gondolom. Ez egy multikulti, tehát a világon bárhol megállja. Sokféle dolgot, azt gondolom, hogy sokféle dolgot tudunk mit csinálni, tehát azon kívül, hogy vannak különböző koncertjeink, tehát nekem is akár, ahol nyilván nem tudhatjuk ki a közönség, ezen kívül az, hogy esetleg különböző magasrangú vendégek Magyarországon való látogatásakor játszom, azt nyilván én nem tudhatom, arra esetleg meghívnak, és akkor tényleg nagyon megtisztelő játszani. De más a reakció mondjuk egy afgán elnöknek, Mitúli Károly hercegnek? Nem, azt gondolom, hogy ez azon múlik inkább, hogy milyen szituációban játszunk. Tehát őnekik megvan az az adott környezet, ahol játszani kell, mindig nagyon kedvesek, megköszönik, de azért az is más, mint amikor az ember ad egy szólókoncertet, és akkor színpadon van. Készülnek ma még hárfa darabok? Tehát ez, megmondom őszintén, hogy igen, hát ez az igazán rossz kérdés egy műsorvezetőtől, mert azt gondolnám, hogy csak klasszikusok vannak, ma is íródnak hárfára. Dallamok? Persze, hogy ne, tehát természetesen az élő zeneszerzők, akik mai nap alkotnak, komponálnak, ők természetesen írnak. Nyilván van, aki jobban kedveli a hárfát, van, aki kevésbé. Alapvetően ez egy nehéz hangszer, nehéz ráírni, elég bonyolult, úgyhogy nem, bevallom, nem mindegyik zeneszerző kedveli. Így volt ez korábban is, de abszolút persze írnak rá, szerencsére, és ezt nagyon szeretjük is, hogy egyre inkább foglalkoznak a hangszerrel. Azon gondolkodtam az előbb, hogy szóval 10 éves volt, amikor rájött, ez kell nekem. A hárfára. Hogy kezd neki az ember? Tehát én például ránézek, hogy mennyi húr van, szóval... Igen, 47 van egy koncert hárfán. Egyszerűen anyunak ugye nyilván mondtam, és akkor felkutattuk, melyik zeneiskolában van hárfaoktatás, és egy ismerettség által oda jutottunk a 7. kerületi zeneiskolába, és így, és akkor ott. Még egy lehet egy technikai kérdés? Persze. Mennyit fejlődik a hárfa? Mert látom, hogy egyébként elképesztő tele van pedállal, és azt is hallottam, hogy közben a levegővétel is, hát itt egy komoly fizikai munka megy a művészben végbe, amíg ezt a hárfadarabot mondjuk lejátsza. A fejlődés strukturálisan most már nem, tehát ez a koncert hárfa így néz ki. Nyilván a színben, mintázatban változó, de alapvetően ez egy koncerthárfa, és ezek most nem változnak, tehát természetesen, hogy később mi lesz, azt nem tudhatjuk, de... Pengedhetek egyet. Te nyugodtan, igen. Penges egyet, ha megengedik. Meg? Igen, azért, bátrabban azért, is, nem ettől szakad le. Klára jobban csinálja, de nem... Persze, de te kezdjél bele, sosem lejj később, nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm.